Robotika, közösségi játékok, teaceremónia, szabaduló szoba, anyagtudományi játszóház. Többek között ezeket kínálta a Miskolci Egyetem a Kocsonya Fesztiválon. A Szubróza kávézó előtt pedig utcazenével és sportos programokkal szórakoztatták az érdeklődőket. A Miskolci Egyetem díszaulájában tartott bensőséges hangulatú, húsvéti koncerttel indult útjára a 3. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál. A júniusig tartó programsorozat hazai és külföldi előadók fellépéseivel, ingyenesen látogatható kamara és szimfonikus zenekari hangversenyekkel várja a közönséget. 40. születésnapját ünnepelte idén a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványbőrzéje, generációkon átívelő, tudományos ismeretterjesztő esemény, amelynek jubileumi programjaira közel 7000-en látogattak ki az egyetem városba. Tanulmányi emlékérmeket, elismeréseket vett át több mint 200 hallgató a március 14-i nyilvános ünnepi szenátus ülésen a Miskolci Egyetemen. Az eseményen az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról is megemlékeztek. Ügyességi és kreativitást igénylő feladatokban mérték össze tudásukat a hallgatók a Kolimpián a Miskolci Egyetemen. Idén az egyetemvárosban történő kollégiumi felújítások miatt rendhagyó módon a karok versenyeztek egymással, akik közül a gépészmérnöki és informatikai kar hallgatói bizonyultak a legjobbnak.